A keresztény gondolkodásban jelen van az imitáció Kriszti Krisztus követése, de úgy is fogalmazhatnánk, hogy Krisztus utánzása. Talán így is fordíthatnánk. Ez azt jelenti, hogy a keresztény ember nem csak arra kap meghívást, hogy Krisztus erkölcsi tanításait elsajátítva éljen, hanem arra is, hogy az ő megváltó szenvedés történetét megidézze az ő életében. Ez megtörténhet úgy is, hogy részt vesz keresztúti Megtörténhet abban a formában is, hogy meghallgatja, vagy akár maga is szólamot énekel a nagypénteki passióban, de tetten érhető úgy is, hogy szenvedéssel, megpróbáltatással, tragédiákkal találkozik élete folyamán. A szenvedés útja, amelyet a Szent Téavatott száz évvel ezelőtt született II. János Pápa a királyi útként emleget. Az a királyi út, amely egyszer rálépve, az ember részesévé válik Krisztus világ megváltó munkájának. Persze, mi emberekként menekülünk a szenvedéstől, menekülünk a kényelmetlen, kellemetlen tapasztalatoktól, a megpróbáltatásoktól. És amikor szembenézünk velük, akkor gyakran csüggedés, kétségbeesés uralkodik el rajtunk. Isten hallgatása. Így fogalmaz egy 1963-as svéd film egyik szereplője, olyan svéd film, amelyet Ingmar Bergman, a híres filmrendező készített. Ugyanez a gondolat érhető tetten a Varsói Gettó egyik, egyik régi feliratán, amelyen ez volt olvasható, Hiszek a napban akkor is, ha nem süt, Hiszek a szeretetben akkor is, ha nem látom sehol, Hiszek Istenben akkor is, ha hallgat kiegészítve ezt a, az idézetet egy képzeletbeli párbeszéddel. A szenvedő és kétségek által gyötört ember szemrehányást tesz az Úrnak. Nehezteltem rá Uram, hallgatásod miatt. Mire jön a válasz? Nem hallgattam, veled együtt szenvedtem. Ez a gondolatsor folytatható, például egy olasz filmsorozatban, a híres Domatteo-ban szereplő egyik párbeszéd részlettel. A Terence Hill által alakított nyomozó plébános a vizsgálati fogságban meglátogat egy hölgyet, egy egyedülálló özvegy édesanyját, akinek kisgyermeke van, és akit ártatlanul vádolnak meg a főnöke meggyilkolásával. És ebben a párbeszédben a hölgy ugyanúgy a kétségbeesésének ad hangot. Hol van Isten, amikor szükségünk van rá? Kérdi. Mire ez a válasz jön, az Úr bennünk van. Velünk szenved, ez az ő szenvedése is, de sosem hagy el minket. Soha. A szenvedések közepette, jusson pedig eszünkbe egy másik idézet, Viktor Frankl, Bécsi pszichiáternek a gondolata, aki azt mondta, hogy amikor túl késő egy adott helyzetet változtatni, akkor mindig meg lesz az a végső szabadság, amely által meg tudjuk változtatni az adott helyzethez való hozzáállásunkat. És ugyan csak ennek a füzérnek nyomán mondhatjuk együtt azt is a Bülá jezsuita szerzetessel, lelkiíróval, aki azt mondta az egyik világhálón is elérhető videójában, hogy a szenvedést, a megpróbáltatást, a problémákat át kell alakítani kihívásokká. Kihívásként kell ezeket kezelni. Én kívánom nem csak a koronavírus által előidézett helyzetben, hanem minden megpróbáltatásokkal teli élet helyzetben a kedves kapaszkodni vágyóknak, hogy Szívlejük meg ezeket a tanácsokat, és minden helyzetből hozzuk ki a maximumot.